Novemberben elindul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2022-es évi tagdíj megállapításának második üteme. Az év első felében a gazdálkodó szervezetek voltak soron, most ősszel november 1 és 30-a között pedig az őstermelők és az egyéni vállalkozók következnek. Ugyanúgy, mint a gazdasági társaságoknál, az egyéni vállalkozóknál is a kamara állapítja meg a tagdíjat, és erről egy számviteli bizonylatot is feltölt az ügyfélnek a kamarai e-irodájába, ami néhány napon belül, tehát november 1-e után elérhető lesz, és azok a kamarai tagok, akik nem élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, azok ezt a bizonylatot be is tudják rakni tulajdonképpen a könyvelésükbe. Azok, akik élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, számukra a szervezet november 30-a után állít ki egy új bizonylatot. A fizetési határidő 2022. december 15-e. De kedvezményt is kapnak a kamarai tagok, hiszen a történelmi asszály és az orosz-ukrán háború, valamint az ennek nyomán kialakuló energiaválság miatt a NAK országos küldött gyűlése úgy határozott, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenti a befizetendő díjakat. Ez azt jelenti, hogy a 2-es, 3-as és 4-es tagdíjfizetési osztályba tartozó magánszemélyek, tehát azok, akik 5000, 30000 és 150000 forintot fizetnek, ők automatikusan 30%-os tagdíjkedvezményt fognak kapni. A magasabb tagdíjsávok esetében a kedvezmény nem jár automatikusan. Azok a személyek, akik ezt igénybe szeretnék venni, méltányossági kérelmet kell benyújtaniuk december 15-ig a NAK Tolna megyei igazgatóságára.